Hogy hangzik ez egy önéletrajzban? Szélhámos, tolvaj és drogdíler. Roderick Daniels saját állítása szerint szörnyeteg volt, aki mindenkit terrorizált, akitől el akart venni valamit. Addig a napig, amíg négy golyót nem kapott, meg még egyet a fején keresztül. Lenyomtam a kilincset, és az ajtó nyitva volt. Ahogy bementem a házba, mielőtt még felemelhettem volna a fegyverem, ő már tüzelt rám. Tűzpárbajba kerültem. Roderick Daniels kemény bűnözőként nem ismert határokat, és ez majdnem az életébe került. Mint a legtöbb fiatal fiú, Roderick sem gondolt arra, hogy egy bűnöző életét élje. Sőt, egy pásztor fiaként arra törekedett, hogy valami egészen más legyen. Valóban csodáltam az apámat. Mindig olyan akartam lenni, mint ő. Emlékszem, hogy minden vasárnap megtértem volna, csak azért, mert az apám volt a pásztor. De apjának kötelezettségei miatt kevés ideje maradt fiára, és Roderick elkezdte Istent is ebben a megvilágításban látni. Isten és Jézus Krisztus megértése kicsit elferdült bennem, mert úgy éreztem, hogy sohasem nyerem el apám elismerését. Így aztán úgy éreztem, hogy Isten sohasem fog befogadni. Az utcán talált elfogadást. Elkezdtem lopni, olyan dolgokat szereztem, amikről azt hittem, hogy kellenek nekem, ahhoz, hogy a körülöttem lévő emberek elfogadjanak. Feltörtem a szekrényeket a suliban, és elloptam a cuccokat. Minél mélyebbre süllyedt a bűnözésben, annál vakmerőbb és erőszakosabb lett. Szörnyeteg voltam, és elvettem mindent. Ha valakinek volt valami, ami kellett nekem, az az enyém lett. Nem érdekelt, hogy kié volt. Az arcában nyomtam a fegyvert, és elvettem. Éveken keresztül többször rövid időre börtönbe került, majd feleségül vette Nicole-t, és családot alapítottak. Mindent megtett értem, ha kellett, elhozott egy fegyvert nekem, vagy elvitt pénzt valahová. Sohasem kevertem igazán bele, de mindenről tudott. Végül is sokkal jövedelmezőbbet talált, mint a drogárulása, kirabolta a drogdílereket. Lényegében hazáig kísértük őket, aztán elbújtunk a garázsban, amíg bementek. Megkötöztük és kényszerítettük őket, hogy adják oda a drogot vagy a pénzt. Egy alkalommal a díler észrevette, hogy jön, és már várt rá. Az lett a vége, hogy ötször lőtt belém. Az egyik a fejembe ment, átment egy golyó a fejemen és a belső fülemen. Roderick még ki tudott menni a házból, és az utcán esett össze. Vért köptem, de egy túláradó békesség töltött el. Csak ott feküdtem, és elkezdtem imádkozni Istenhez, hogy viseljen gondot a családomról, mert úgy éreztem, hogy nekem már végem. Létfontosságú szerve nem sérült, a bűntársa vitte kórházba. Miután felépült, szeretett volna egyenesbe jönni, de egyedül nem ment neki, és hamar rászokott a heroinra. Hogy fenntartsa a szokását, boltokat kezdett el kirabolni, maszk nélkül. Igazából szerettem volna, ha elfognak. Szerettem volna már, hogy vége legyen. Legyen ennek már vége. Kétszer is felvette a kamera, a rendőrök is megfigyelték a házukat. Emlékszem, ahogy mondtam a feleségemnek, hogy bankot fogok rabolni. Ő meg nem akarta, hogy elmenjek. Én végül elindultam, és persze a járőrkocsi ott termett. Aztán később a feleségem Nicole kérdezte, hogy láttad mögötted a rendőröket? Én meg mondtam, hogy igen, legalább vége. Letartóztatták. Az előzetesben rájött, hogy a változáshoz segítségre van szüksége. Csak imádkoztam és kértem Istent, hogy segítsen. Azt mondtam, Istenem, ezt nem tudom egyedül. Kell lesz nekem. Ekkor a szétáradó bűnbánat érzése erősen megérintett. Nagyon meg akartam változni. Végül 5 évet kapott, amíg bent volt, imádkozott, tanulmányozta a Bibliát minden nap. Isten igéje végül beszivárgott az életembe, és értelmet nyert, mert el tudtam olvasni. A szavak megelevenedtek, és Krisztus, illetve a Szent Szellem elfogadott, és az életembe jött. Belém ivódott. Értéke lett az életemnek, volt célom. Kint Nicole is keresztény lett. Amikor kiengedték Roderick-et, újra összejöttek. Ő az én királynőm. Tudom, hogy szereti az Urat. Ha belőlem hiányzik valami, ő azt betölti. Ha ő belőle hiányzik valami, én töltöm be. Ma már Roderick betöltötte gyermekkori álmát, hogy olyan férfi legyen, mint az apja, aki Krisztus szeretetét osztja meg másokkal. Hálás Istennek a második esélyért.
Istennek terve volt velem. Most már megértem ezt. Értem már az okát, hogy miért éltem. Azért éltem, mert Krisztus feladatot bízott rám. Olyan embereket kell megnyerni, akik az utcán kallódnak. Tudom, hogyha keresem Istent és az ő arcát minden nap, és első az életemben, és szolgálom őt, akkor a jó úton vagyok.